Hát bizony, ez világszenzáció már, amit dr. Zádor Zsófia, a Balassa Gyarmati Kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályának szakorvosa, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosa véghez vitt. Kevesen lehetnek most azok, akiknek nem jut az eszébe a név hallatán a törökországi Taurus hegység barlangjában történt orvosi beavatkozás. Én mégis arra kérem, doktornő, miközben nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonal végén, hogy idézze fel azt a pillanatot, amikor megkapta az értesítést a szerencsétlenül járt amerikai barlangásztársról, és hát kíváncsiak lennénk az utána következő eseményekre is. December 3-án történt ez. Én akkor pont egy 24 éves ügyeletre készülve összepakoltam a kis dolgaimat a reggel. Szokásosan zajlott a rutinom, megkávéztem otthon, betettem a kis kórházi ruhámat, ételeket, amiket fogyasztani fogok az ügyeletben. Éppen kulcsal nyitottam ki az albérlet ajtaját itt Balassagyarmaton, amikor megcsöltem telefon, és láttam, hogy Nagy Dénes barlangi mentőorvos kollégám keres, aki az orvoscsapatunknak a vezetője, és mondta, hogy meg barátunk a Morzsa barlangban, de tudtuk, hogy egy expedíció részt vesz, éppen az ezres bivakban vért hány. Miért pont önt értesítették? Azért, mert ugye az orvoscsapatból kevesebb vagyunk azok, akik képesek ebbe a mélységbe leszállni. Én voltam az, aki mozdítható volt közülük. Mire gondolt elsőként, amikor ezt a hírt hallotta? Hogy meg kell oldani azt, hogy valaki lecseréljen engem itt. És akkor mik történtek? Én bejöttem ide dolgozni, elkezdtem ellátni a betegeket, levizsgáltam őket reggel. Volt egy idős hölgy, akinek centrálvénás tanult, helyeztem be, utána röntgennel kontrolláltam, tehát hogy szokásos ellátások is le kellett zajlaniak. Továbbiakban elkezdtem összeszedni gondolatban is telefonos konzilémokat, és a orvosokat további tagjait felhívtam, hogy milyen gyógyszerekre lenne szükségem, összeírtam a szükséges felszereléseket, ők is adtak hitteket, hogy miről lehet szó. A három fő gondolatunk volt, ami okozhatja ezeket a tüneteket, de tudtuk azt is, hogy emésztett vért üdített, úgyhogy gyomorvérzésre gondoltunk első körben, de felmerült fertőzés is. A műves vérhas ilyesmikre gondoltam, ami Törökországban viszonylag gyakori lehetne, de annak ugye nem jellemzője a véres hányás, úgyhogy ezért ezt szinte el tudtuk vetni, de minden esetre erre is felkészülve próbáltam összeszervezni a felszerelést. Illetőleg a másik, ami sokkal rosszabb lett volna, a gyomorfekélyen kívül, ami a fő gondolatunk volt, az pedig a vazofátuszvári szélzős lett volna, akkor biztos, hogy azt nem várta volna meg. Azt sem, hogy elindulok tulajdonképpen Magyarországról, tehát ott már olyan mennyiségű vért elveszített volna. De tudtuk, hála Istennek, hogy már egyáltalán nem egy nagy alkoholt fogyasztó, ami ugye legjobban okozza ezt a anatómiai viszonyt, hogy kialakuljanak ezek a nagy zofágszvárikszok. Úgyhogy ezekre készültem leginkább. Kezdtünk a török oldalról is tárgyalni, hogy vörösvétes koncentrátumot plazmát ők tudjanak biztosítani, hiszen jogilag az a legtisztább, hogyha az országon belül származnak a vérkészítmények. Illetőleg megpróbáltam minél hamarabb beszerezni megfelelő iratokat ahhoz, hogy én Európán kívül orvostást gyakorolhassak. Tehát megfelelő csatornákat próbáltam ezzel találni segítséggel a török oldalról is, illetve a nagyköveti oldalról, hogy egyáltalán van-e lehetőségem, hogy ez megtegyem. Olvastam, hogy nem volt ez olyan nagyon egyszerű már, mint a gyógyszerek meg a vérkészítmények rendelkezésre bocsáttatása, pedig hát ön 13 órán belül a helyszínen volt, és ezek szerint mindennek klappolnia kellett addigra. Igen, Magyarországon nem 13 órán belül, hanem a következő nap 6 óra 10 perckor, tehát hogy 24 órán belül tudtam megérkezni, ugye 7 óra 30-kor kaptam a riasztást tulajdonképpen, akkor már a barlang felszínén a bejáratnál tartózkodtam, de ott is még információkat kellett gyűjtenünk össze és összekészítenünk, úgyhogy egy pár órát még vesztegelni kellett sajnos a felszínen. Továbbá ami nehézség volt, hogy az expedíció részvevői közül senki nem volt olyan, aki képes lett volna velük leszállni a mi csoportunkkal. Emiatt mi minden szükséges olyan információt be kell gyűjteni a barlangban, ami a jellemzője a barlangnak, hogy merre kell egyáltalán menni kétséges helyeken. Minden pontot megpróbáltunk meg átbeszélni, ahol ezt perspektívedni, mert nekünk kellett magunknak elnavigálnunk a barlangba. Tehát egy vadidegen helyre mentek le gyakorlatilag. Voltak már korábban kutatók, meg mindenkinek is ismerőségek volt ebben a barlangban, de valóban mi még három, akik mentünk ebben a csapatban, nem jártunk ebben a barlangban. És ezeket a legfontosabb gyógyszereket, vérkészítményeket akkor ott azonnal magukkal vitték le? Ami nálunk volt, azt vittük, igen, vérkészítményes sajnos akkor még nem volt nálunk, de a következő csoport az kb. 4 órával miutánunk érkezett meg a bivakba, ahol már is tartózkodott, és ők tudták
behozni a akkor már 6 egység vöröskeresztes koncentrátumot, illetve infúziókat. Az első hely.